Körülbelül másodéves, lassan harmadéves szakorvos jelölt vagyok, és hát a pszichoszomatikus szakvizsgát szeretném letenni. Egy évig belgyógyászatom voltam, az első évem az ott telt, de ezt amúgy tudatalatt már akkor is tudtam, hogy valószínűleg én majd ezt a pszichoszomatikát szeretném megcélozni, és ez amúgy beleszámít. Tehát, hogy 5 év a szakvizsga, tehát 5 évet kell megcsinálni gyakorlatból, és abból 1 év belgyógyászat, és fél év pszichiátria, és 3,5 év egy pszichoszomatikus osztályon. Tehát én most ezt kezdtem el gyalulni, ezt a szakorvos képzést. Németország eléggé élen jár szerintem ezekben a dolgokban, tehát a nyugati európai kultúrában azt, ami mondjuk keleten már megvan, hogy ugye egész ember kezeljünk, meg mindenféle módszert lehet alkalmazni, nem csak a gyógyszereket, tehát hogy ezt itt is megvalósítsuk, vagy megvalósíthatjuk. És hát emiatt gondoltam, hogy akár szakvizsgázni is lehetne egy ilyen jellegű dologból, és hát ezt ha jól tudom, akkor egész Európában csak Németországon belül lehetséges, hogy nem belgyógyászat szakvizsga, nem pszichiátria, nem pszichoszomatikus szakvizsga, ráadásul integratívan, szóval, hogy ez az, ami igazán megfogott, ami miatt oda mentem ezt tanulni, de amúgy az a hosszú távú tervem, vagy célom, vagy utopisztikus elképzelésem, amit hiszem, hogy lehetséges, vagy elhiszem, hogy lehetséges, hogy ezt majd valamilyen formában hazahozom, és hogy először megtanulom, hogy akkor hogy is van ez pontosan, és hogy aztán meglátjuk, hogy mit van ebből, mi minden lehetséges. Amúgy mindenhol ugyanaz a probléma, és az emberek is hasonlóan reagálnak, tehát például a betegek is, és amúgy szerintem azok az orvosok, akik most ezekben a kórházban dolgoznak, ők ugyan nem azok, akik ezt kitalálták, hanem az már régóta van, és akkor ők ebbe beleszülettek, hogy hát így ez a normális, de tehát emiatt nem abban van a különbség, hogy ők okosak, mi meg hülyék, mert ezt nem tudjuk, hanem hogy ők ezt megtanulták és elfogadják, és hogy mi ezt még nem ismerjük, tehát inkább ebben látom a fő különbséget, hogy ez itthon még nem ismert. De amit talán lehetne tanulni a németektől, az ez a fajta természetiség, amivel ezt elfogadják a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve, hogy nem tudom, hogy mikor indult ez a fajta tudatosság, hogy a fenntarthatóság és az egészség és a zöld dolgok, meg a bio dolgok, de hogy ez ilyen teljesen természetes, hogy tehát ami itthon Magyarországon egy ilyen extra fáradtság, és hogy akinek van kedve külön gyűjteni a szemetet, hogy az meg ott annyira evidencia, hogy senki nem kérdőjezi meg. Tehát az, hogy a biohulladékot a háztartásba külön teszem, meg a papírt külön teszem, meg a műanyagot külön teszem, és akkor az összes többi az már csak egy kicsi kupac, hogy ez így nekem, mint háztartásban élő magánszemélynek, ez minimális fáradtságba kerül, de hogyha ezt felszorzom mondjuk 70 millióval, akkor tehát, hogy ez hatalmas anyagi különbség, és hogy sokkal több a lehetőség utána ezzel, tehát itt kezdődik szerintem a fenntarthatóság, hogy ez a természetes, és én tudatos vagyok abban, hogy én, mint egy ember, mint nem a nagy állam, meg a nem tudom kicsoda rendszer, hanem hogy én is, tehát azzal a pici dologgal, amit megteszek, hogy rengeteg mindent elérhetek. A tapasztalatom az, hogyha közösségben maradunk és kapcsolatban maradunk, akkor folyamatosan tudjuk egymást inspirálni, és hogy nem az a célom, hogy magányos harcosként itthon így izolálva törtessek valamilyen cél felé, amit én jónak tartok, hanem sokkal inkább ez a fajta pozitív attitív vírus, hogy amivel én megfertőződök, hogy azzal így itthon másokat is megfertőzök, de nem úgy, hogy hazajövök és utána egy minden kapcsolatot elzárok a külvilágon, hanem hogy ezt így valamennyire én ezt élem, hogy ez lehetséges, hogy tegnap én dolgozok Németországban, és este hazajövök Magyarországra, aztán jövő hétfőtől újra ott dolgozok, hogy ez nem ilyen vasfüggönnyel elhatárolt dolog, hanem hogy ez a fajta mozgás és kapcsolatban maradás, ez a közösségtartás Új-Zéland és Amerika és Kanada és nem tudom mi között, internet meg minden, például a repülők segítségevel, hogy ez lehetséges. Tehát ez az, ami főleg perspektívát ad szerintem. Sokat gondolkodtam, hogy miről is szól gyakorlatilag, amit én mondani akarok, és folyamatosan ez jutott eszembe, vagy erre jutottam, erre az Alice csodaországban idézetre.
jöttek vissza a gondolataim. Tehát én amúgy úgy is érzem magam onnantól kezdve, hogy ez a gondolat átfordulás megtörtént, mint hogyha én lennék a lízési csodaországban, így mászkálnék és minden így rácsodálkoznék, hogy akkor ez most ilyen nagy meg kicsi, vagy én vagyok nagy, vagy ők kicsik, vagy fordítva. És igen, hogy arra felkiáltásra, hogy ez lehetetlen, az a válaszom, hogy csak akkor, hogyha elhiszed. Erről szólt az előadásom, ezt próbáltam, ezt az üzenetet átadni. Ha elhiszitek, hogy nem lehetséges, akkor igazatok lesz, de ha elhiszitek, hogy lehetséges, akkor igazatok lesz.